Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, mielőtt megvennéd videó bemutató sorozata. A mai nap a Palworldről fogunk beszélni, ami egyértelműen egy Pokémonos játék, de ugye nem nevezhetjük annak, illetve így is veszébe van a játék készítése valamilyen szinten szerintem, mert a Nintendo az imádja lepörkölni mindenkinek az arcát, aki egy picit, picit is a, az ilyen kis saját cucaik felé mennek, hogyha egy ilyen pokémon streamelsz, Pokémonos játékról videózol, vagy bármi, akkor van esély annak, hogy a Nintendo azt mondja, hogy nem, mit képzelsz magadról, és lecsapja a kezedet, illetve hogyha egy cég vagy, aki egy Pokémonos szerű játékot készít, akkor az voltaképp kép eszébe van azzal, hogy perelni amiatt, hogyha valaki esetleg olyan játékot készít, ami hasonlít az ő játékukra, vagy valami hasonló. Na, itt ebben a játékban ez, ez elég erőteljesen megtörténik. Nem szeretném húzni az időtöket, ha csak azért jöttetek, hogy én Attila a GameHolom csatorna videósa ajánlom -e ezt a játékot, akkor azt kell mondjam, srácok, én ajánlom ezt nektek, most jelenleg az Early Access során olcsóbban is meg lehet venni, később, ha minden igaz, növekedni fog az ára, hogy befejeződik a játék, de én, én már most azt tudom mondani, hogy ha tetszik, amit láttok, tetszik a Pokémonos játék, a Pokémonos túlélő játék, akkor igen, akkor mehettek, szerezzétek ezt be, és jó játékot. Na de viszont azok számára, akik nem ismerik ezt a játékot, meg nem is tudják, hogy miről van szó, vagy csak nagyon ilyen minimális tudásuk van róla. Mi is ez a játék? Mint ahogy már beszéltünk erről, ez egy Pokémonos játék. Tehát akárhogy kerülgetjük itt a szónak a kimondását, az a legegyszerűbb, ha minden Pokémonnak nevezzük őket, és Pokémonos játékképpen referálunk erre a játékra. Hiába nem az a neve, hiába próbáljuk másképp nevezni őket, mindenki tudja, hogy miről van itt szó. Jó formán, ilyen gömbökkel eldobod a lényeket, és elfogod őket, ami egyedik talán így a Pokémon világával eltérő, bár egyébként nem vagyok annyira otthon így teljesen a Pokémon világával, itt ebben a Palvertben, ahogy elfogod ezeket a lényeket, ezeket a kis haverkákat, akkor őket be tudod fogni, hogy segítsenek a bázisod körüli munkálatokba. Bázis, igen, jól hallottátok, kell egy külön bázist építeni. Ez a Palward egy nyíltvilágú, túlélő, bázisépítős, ilyen dungeon meghódítós boss legyőzős játékszerűség. Elég sok zsánert próbál egybe zsúfolni, és azt kell mondjam, egyébként kifejezetten működik. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, hanem az emberek nagy része, aki látta, hogy ez a játék úgy készülget, meg látta a képeket, meg az ilyen bemutató videót, azt hitte, hogy ez egy ilyen mém játék lesz. Tehát, hogy egyfajta ilyen összetákolt valami, aztán valahogy működik, valahogy nem működik. Erre viszont kikerült Steamre, és így mindenki így Wow! Mi ez a játék? Mennyire aranyos már, hogy a Pokémon, akarom mondani a kis haverkánk, az ott úgy fújja a tüzet és készíti a kaját. Az meg jön segíteni pakolgatni. Az meg gyűjtögeti be a dolgokat és belakja a ládába. És akkor úristen megtámadták a bázist. Úristen mindenki elkezdi támadni a bázistámadókat. És mindegyik Pokémon, akarom mondani haverkának, különböző animációi vannak, a különböző feladatokra. Azt hiszem, úgy vettem észre, hogy nincs elkészítve minden animáció mindenhez egyelőre. Találkoztam olyannal, hogy megszerettem volna simogatni egy pokémon és nem tudtam, milyen szürke volt a Pokémon simogatásos része. Feltételezem, még nincs benne a játékban. Ellenben viszont tudjátok, mi van benne a játékban? Száz... 11 darab ilyen különböző lény. 111 darab. És még csak Early Access-nél tartunk a 0.1.2-es változatnál. És ehhez képest egyébként a játék az én nekem egy AMD 6600 XT-n egész jól futott. A működésével nem éreztem annyira problémát. Amiről viszont szót kell lejteni mert ott, ott éreztem egy kis gondot, az a játék korai megjelenése miatt benne lévő bugokról van szó igazából. Szóval mit értek ez alatt? Tehát vannak olyan hibák, tudjátok, a játékokban, amik, amiket így, így mondjuk úgy, hogy elfutottak mellette a készítők. Itt viszont olyan komoly gondok vannak még, hogy a bázis például, ha építetek egy bázist, és belülre a bázisra helyezitek a munkaasztalokat, az ágyakat, a tárolókat, meg ilyenek. Ezek a kis haverkáitok nem nagyon tudja, hogy hogy jussanak be oda. Tehát előbb vagy utóbb valahogy sikerül elfelejteniük, hogy van egy ajtó, és, és halállazán ki tudják nyitni, hogyha szeretnének menni. De ha kiveszed az ajtót, illetve kiveszed az egész falat, akkor is ö, van, amikor ez az, ez az útvonal tervező, ez így elfelejti, hogy, hogy, ott vannak a cuccok, amikkel foglalkozniuk kéne, vagy, vagy egyáltalán, hogy táplálkozzanak. Tehát kiraktok egy ilyen kis etetőt. Ha a bázison belül van, akkor előfordulhat olyan, hogy előbb hal éhen az összes, mintsem, hogy megtalálja, hogy az hol van. <laughs> szóval ilyen hibákra kell számítani, amivel még találkozunk, én, az egy olyan volt, hogy az egyik Pokémon, tehát a Pokémonokkal különböző dolgokat tudsz kezdeni, hogy együtt tudjatok harcolni. Például az egyik Pokémonon lehet lovagolni, a másik Pokémon tud lovagolni rajtad, hogyha egy kisebb Pokémonról van szó. És tud a fejedről lövöldözni. Na ez a Pokémon nálam volt egy olyan baga, hogy elkezdtem őt így használgatni, hogy a játék elkezdett így Michael Jacksonozni. Tehát elkezdtem így hátra siklani a világba, miközben előre nyomtam a gombot. És aztán igazából, ameddig le nem vettem a Pokémont, addig így ide-oda csúszkáltam, vagy nem is tudom, hogy, hogy nevezzem ezt. Szóval vannak érdekességei, hallottam olyanról is még, hogy hiába kerülöd el a támadást, az a támadás ugyanúgy eltalál téged, illetve olyan erőteljesen nyomkövetőek a lövedékek, hogyha nem közvetlenül nyomsz rá arra, hogy elkerülés, tudjátok, ez a desselés, ez a dodge gomb, az angol így hívja, akkor, akkor mindenki eltalál. Pedig alapvetőleg azt gondolnád, hogy egy, egy lövedék, ami akkor a sebességgel jön, és te kanyarodsz futva, sprintelve, akkor azt még úgy elkerülöd. De nem az bekanyarodik és eltalál. Lehet ez szándékos, lehet, hogy ez, ez még hiba, viszont olyat tudok, hogy ha elkerülöd a támadást, akkor az valószínűleg nem kéne, hogy eltaláljon. Szóval igen, figyeljetek, Early Access a játék, korai hozzáférésű, elég rendesen vannak benne még hibák, főleg, hogyha multiplayer kóba játszotok, tehát ha együtt játszotok valakivel online, akkor még inkább megtörténhetnek. Én barátommal úgy történt például, hogy ő nem tudott Pokémonokat eldobni, egyszerűen nem tudta őket ledobni, nem, nem Beakadt az egész, és nem tudta lerakni őket. Minden más tudott csinálni, csak eldobni a pokémonját nem tudta. Ellenben viszont a játék az kelletlen fan, srácok. Tehát, hogy a hibái ellenére reméljük javítva lesznek. A hibái ellenére már most én úgy érzem, hogy rengeteg tartalom van benne. A 111 Pokémon például az már egyébként nem rossz határozottan nem rossz. Az bázisépítéses dolog, ez, ez nagyon jó pufa, főleg így a Pokémonok, ahogy így pakolásznak, meg dolgoznak, meg minden, és rendkívül aranyosak, tehát nem tudom eléggé kiemelni, hogy mennyire alanyos, hogy így a Pokémon jön, egy kalapácsot tart, és így ütögeti a munkaasztalotnál ott a dolgokat, vagy valamit beraksz, hogy el akarod készíteni, ha egymagad készíted, nagyon sokáig tart. Ellenem oda jönnek négyen így köréd, és így köréd állnak, és így készítik veled együtt. tá! Barom jó, Na, nagyon tetszett. Mi, milyenek a Steam-es értékeléseket? Ebben a videóban mindig előhozom a Steam-es értékeléseket, mert szeretem belevenni azt, hogy ne csak az én véleményemet halljátok, hanem halljátok így a, a közösség véleményét. És itt is van előttem már rögtön egy számomra rendkívül lenyűgöző értékeléssel ez a játék. 93% az embereknek azt mondja, hogy ajánlja ezt a játékot, ami már önmagában is elmond valamit. Én megmondom őszintén nektek, amikor először láttam, hogy kikerült ez a játék, haverommal letorrenteztük, és megnéztük úgy, hogy na fú, figyelj ez az értékelés, ez ilyen teljesen valótlan. H hogy lehet egy, ez a játék ennyire jó, hogy ennyire jól értékeljék. És letöltöttük, és teljesen el voltunk varázsolva. Tehát, hogy azt az éjszakát, azt végig játszottuk úgy letöltve, másnap már meg is vettük. Viszont egy darab információt szeretnék veletek megosztani, amit a negatív értékelések egy része is felhoz, és én is tudok róla, mert nekem is feltűnt. A készítők, akik ezt a játékot készítették, ők fejlesztik még mindig a Craftopia nevű játékot. Ez nem tudom, hogy bárkinek is mond-e valamit. és Zelda nyíltvilágú, túlélő, bázisépítős, kraftolós játék. Tényleg a Genshin impact hasonlít még nagyon. Alapvetőleg maga a koncepció, meg a játék így ö, működik valamilyen szinten, tehát egész szórakoztató, mi játszottunk vele barátokkal régebben. Ö, nem olyan nagyon kiemelkedő játék, tehát ha ismeritek a Zeldát, ismeritek a Genshin impact akkor képzeljétek el annak a kettőnek, egy nem túl ilyen finomított változatát egybe mosva. Na ilyen a kraftópia. És a készítők ezt a játékot 2020 óta fejlesztik előre elérhető ilyen early access állapotban. Nagyon úgy néz ki, ott, ott az értékelések szinten ugyanúgy kezdődtek, hogy többnyire pozitív volt az értékelés, meg több, tehát nagyon jó értékeléssel volt jóformán a játék, viszont az utóbbi időben már egy jó ideje azt látom, hogy az emberek fele jóformán szinte negatív értékelést hagy a játéknál. Miért? Azért, mert a készítők nem csak úgymond cserben hagyták a játékot, hanem elkezdtek más irányba haladni. Tehát ahelyett, hogy befejeznék ezt a játékot, mármint olyan szinten, hogy tudjátok legalább kikerüljön Early Access-ből, Helyette inkább elkészítettek egy másik játékot, és elkezdtek belekezdeni abba, hogy fejlesztenek egy másik játékot. A készítőknek a múltja és az eddigi játékuk, ami, amit készítettek, az alapján lehet, hogy néhányatoknak így egy ilyen zászló elkezd így lobogni a palvörd körül. Ellenben viszont én erre azt tudom mondani, hogy minden egyes early access játékot úgy kell értékelni, hogy szeretnéd-e megvenni. Ebben az állapotban, ahogy most meg, megkapod, ebben az állapotban neked megéri a pénzt. Sose úgy vegyetek early access játékot, hű ez még fejlődni fog, és hű ez még milyen jó lesz ez a játék valamikor. Mindig úgy vegyetek ilyen előre elérhető játékot, hogy most jelenleg meg, mit gondoltok a játékról. Ha most tetszik, akkor vegyétek meg. Ha már most nem tetszik, de majd a jövőben jó lesz, szú, majd a készítők ezt meg azt rakják bele, úgy, úgy ne vegyetek játékot. Elemen viszont én a mondó vagyok, srácok, hogy a Palvörd az megérdemli a vásárlásotokat, és ha tetszik, amit láttatok, akkor szerintem nyugodtan fektessetek bele azt a nem tudom, 10.000 forintot, amennyibe kerül, azt hiszem 24 euró vagy 25 euró uh, jelenleg Steam-en. És ha tetszett ez a rövid, ilyen bemutató vélemény videóm, akkor dobjatok egy lájkot, és nézzetek körbe, hát találtok mást, amit szívesen megnéznétek. A legközelebbi videó pedig. Sziasztok!